Aki szobát szeretne foglalni a 4 csillagos Kastély Hotelban, Lengyel-Tótiban, az sajnos csalódni fog. Az épület ugyanis azóta üresen és zárva áll, amióta 2006-ban bezárták itt az itt működő kórházat. Pedig az offshore hátterű Victoria Sziget Kft. 240 millió forint uniós támogatást kapott, hogy felújítsa és átalakítsa az épületet. Ebből azonban semmi sem lett. A Somogy megyei Lengyel-Tótiban található egykori Zicsi kastélyban a marcali önkormányzat működtetett kórházat 2006-ig. Miután a kórház bezárt, a létesítményt a 10 hektáros parkkal együtt eladták a Victoria Sziget Kft.-nek összesen 420 millió forintért. A társaságnak nagy tervei voltak az ingatlannal. 4 csillagos kastélyszállót, wellness központot, pesgőpincészetet és borászatot is létre akartak hozni. Hatházi Ákos független parlamenti képviselővel felkerestük a létesítményt, hogy megnézzük, mindebből mi valósult meg. Ez is egy Európai Uniós projekt, bár nagyon sok dokumentum nincs róla, valószínűleg nem véletlenül. Nem az első olyan eset lenne, amikor problémás projektet egyszerűen kivesznek a adatbázisból, ami önmagában is egyébként egy nagyon súlyos dolog, hiszen az adatbázisok azért vannak, hogy tudjunk tájékozódni arról, hogy megvalósul egy projekt vagy sem. Itt szemmel láthatóan annyit látunk, hogy azért a parkot valamennyire gondozzák, tehát le van nyírva a fű, gajakat vagdostak, tehát valamennyire van ennek gazdája, de hogy nincs itt szálloda és vendégfogadó, az nagyon valószínűleg tűnik, vagy maximum valamilyen tematikus, nem tudom én, szellemszálloda, vagy nem tudom, ilyesmire tudok gondolni, másnak nincsen jele. Hogy pontosan mi történt a beruházással és az elnyert uniós támogatással, nem tudni. Megkeresésünkre ugyanis az egykori cégvezető nem válaszolt. Ami biztos, hogy a céget már felszámolták, a kastélyt pedig elárverezték. Azt közadatigénéssel derítettük ki, hogy az ingatlant 2014-ben Lengyel-Tóti önkormányzata vette meg 46 millió forintért. Majd miután nem tudtak vele mit kezdeni, a megosztott telekből 9 hektárt tovább is adtak 100 millió forintért. A vevő egy hajdubihari cég, egy bizonyos Antallapos Kft. Volt, amelynek ügyvezetője és egyszemélyes tulajdonosa egy 76 éves csávói asszony. Hogy a nyugdíjas hölgy pontosan mit tervez a kastéllyal, egyelőre nem tudni. Megkeresésünkre ugyanis eddig nem reagált. Remélem, hogy nem csak egy tippet adtunk valami Fidesz közeli embernek, hogy akkor itt is van mit keresni, de ahogy nézem itt a tulajdoni viszonyokat, valószínűleg nem kell tippet adni, mert valószínűleg ez egy Fidesz közeli embernél lehet. Szinte biztos, hogy nem az a alföldi idős hölgy a valódi tulajdonos.